páratlan idiótazásra hívja az érdeklődőket az Országos Széchenyi Könyvtár új kiállítása, ami április 12-én, azaz holnap fog nyílni, és itt van velünk Varga Bernadett és Rózsa Dávid. Szervusztok, köszöntelek titeket. És itt a páratlan időutazás a szó szerint értendő, tehát nem úgy kell elképzelnünk, hogy ez most egy olyan időutazás lesz, ahol majd megnézhetjük, hogy a középkor milyen volt, hanem itt az idővel utazunk. Ha jól értettem én a kiállítás tematikáját? Valóban az Idő arcai című kiállítás az idő felfogásunkat, az idő érzékelésünket mutatja be. Azt mutatja be, hogy az antikvitás embere, az antik görög-római kultúra, illetve a keresztény európai, zsidó-keresztény európai kultúra embere miképpen élte meg az időt és az idő múlását. De nem csak ezzel foglalkozunk, hanem a legfontosabb ünnepeinkkel, a világnap, a jóslás témakörével, illetve egyáltalán azzal, hogy a múlt embere és a ma embere miképpen éli meg az időnek a múlását. Az idő egy hihetetlen nehéz, azt gondolom, hogy nagyon felfoghatatlan dolog, és nagyon nehéz is valahogy úgy mondtam, jól definiálni az időt. Most itt csak hirtelen arra gondolok, hogy Stephen Hawking is egy milyen gyönyörű könyvet írt ugye erről. És ez a kiállítás egy családi kiállítás. Ezt hogy lehet úgy bemutatni, hogy tényleg a kicsiknek is érthető legyen az időfogalma és a kiállítás tematikája, és mondjuk a szülők, a felnőttek is megtalálják benne aztán azt, ami őket teszi majd boldoggá, és találják meg azt, amire kíváncsiak. Ez valóban egy nagyon nehéz és sok tudományág által régóta kutatott és sok tanulmányban megírt téma. Éppen ezért mi nem is azt tűztük ki célul, hogy ez egy tudományos kiállítás legyen, ez egy játékos, igazándiból egy ilyen kalandra hívó kiállítás lenne, ahol rendkívül sokféle eredeti és más aladban megjelenő tárgyal, gyönyörű szép műtárgyakkal fogjuk illusztrálni ezeket a kérdéseket, amiket főigazgató úr is már az előbb felsorolt. A báb figurától kezdve térképeken, fotókon, éggömbön, mindenféle gyönyörű régi nyomtatványon, ritka régi nyomtatványokon keresztül, és gyönyörűen illusztrált kódexeken keresztül láthatóak lesznek olyan tárgyak, amik között minden korosztály meg fogja találni a neki tetszőt, illetve arra is figyeltünk, hogy olyan interaktív elemeket, olyan játékokat tegyünk bele a kiállításba, ahol vagy együtt családilag, vagy külön már a nagyobb gyerekek és a felnőttek is tudnak, amiket tudnak használni. Ilyen például egy 16. századi asztronómiai eszköz, ami Petrus Sapienus császári asztronómia című könyvéből származik, ami egyébként ki is van állítva maga a könyv, egy rendkívül ritka, gyönyörűen festett régi nyomtatvány, ami az OSZK tulajdonában van. A könyvet is lehet látni a kiállításon. Igen, a könyvet is lehet látni a kiállításon, és ebből származik egy ilyen csillagászati eszköz, amivel holdcsomópontokat lehet számolni, és Harry Potter rajongóknak mondom, hogy kiderül például ebből, hogy a 16. században a Caput Draconis fogalom mit jelentett. Hát akkor például ezért is azt gondolom, hogy egész családnak, mert hogy mindenki megtalálja, akkor mondjuk a gyerek az például itt lehet, hogy lelkes lesz, mert azt mondja, hogy ő ismeri ezt a kifejezést már az olvasmányaiból. Abszolút, és egyébként a Nemzeti Könyvtár egyébként is törekszik arra, hogy minden programja a teljes családot lekösse, és akár egy fél napot, vagy még annál is többet mindenféle érdeklődésű és mindenféle korosztályú ember eltöltsön nálunk, tehát egyébként ezen a kiállításon kívül is másfél havonta vannak olyan nyílt napjaink, amelyeken a teljes család számára mutatjuk be a kincseinket. Azt gondolom, hogy a Széchenyi Könyvtár azoknak is kincseket rejt, akik egy hétköznap délután csak fölmennek és ott elüldögélnek az olvasóterembe és megnézik, hogy mikbe lehet beleolvasni. Tényleg fantasztikus dolgok vannak. Ha most tudtok még nevesíteni itt a kiállítás kapcsán, hogy mik lesznek tényleg azok a kuriózumok, amiket ritkán láthat a nagy közönség, de most itt majd megtekintheti őket. Sok kiemelt műtárgy van, ami most emiatt a kiállítás miatt lesz egyszerre látható, így például feljön Pannonhalmáról, vagy eljön Pannonhalmáról Budapestre a pannonhalmi Hóráskönyv. Ugye ez egy világiak számára készült imádságos könyv, Mária Kis Zsolozsmája, Zsoltár bűnbánati zsoltárok, egyéb imádságok és a naptár vagy a kalendárium van benne. Ezen kívül ugye jellemző ezekre a 13. század közepétől kezdve főurak által megrendelt kis imádságos könyvekre, hogy ne lankadjon el a használónak a figyelme, gyönyörű illusztrációk láthatók a margókon, ilyen kis vicces figurákkal is, ilyen kis állatfigurákkal szép
növényi motivumokkal. Az egyik legszebb hóráskönyv például ez, amit most megjelenik. Köszönjük szépen. Annyit még mondjatok el, a kiállítás holnap nyílik, de meddig látogatható? Április 12-én nyílik a kiállítás, 3 hónapig tartjuk nyitva, és 2-től szombatig 10 és 18 óra között látogatható, a családok számára nagyon kedvezményes családi jeggyel. Mindenkit nagy szeretettel várunk. Köszönjük szépen, mindenkinek csak javasolni tudom, hogy látogasson el a Széchenyi könyvtárba, akár a kiállítást, akár csak úgy, szerintem érdemes fölmenni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok.